Sziasztok, itt vagyunk újra a formával, rovattal. Próbáltunk újra formába kerülni, de az időmérő azt kell mondanom, szerintem elég sekélyes volt. Ugye a Katari első Forma 1-es nagydíjról van szó, és nem csak idén az első ilyen nagydíj, hanem valaha, hiszen a Katarban a motorverseny, tehát a nem Forma 1-es autó, hanem motorverseny dívott eddig. És ha jól tudom, 2023-tól lesz Katari nagy idő, ezen a pályán. Szóval ez lehet egy egyszerű dolog lesz. Arra leszek kíváncsi, holnap milyen verseny lesz. Igazából az dönteti el, szerintem és ezen a pályán lesz a majd még akár két vagy egy év múlva, akármikor valami. Egyre az időmérő egy picit számomra nem volt annyira eseménydús. Voltak természetesen apró meglepetések, pozitív és negatív értelemben is, de összességében nem volt egy körömrágós időmérő. Hát menjünk végig. Nikita Mazepin lett az utolsó, mindenféle technikai baja is volt, meg nem is volt gyors a szokásához híven, úgyhogy ezzel most duplán nem csodálkozhatunk. Schumacher az utolsó előtt lehet, hogy akkor ez is szokásos, viszont az talán nem, hogy Giovinazzitól egy tizedre volt ez Swiss. Azért ez eléggé ritka, vagy másfél tized. Míg Raikkonentől meg két és fél tized, szóval na, közel volt a nagyon gyengé teljesítő Alfa Romeo-hoz. Ugye Giovinazzi 18. lett, Latifi 17. Raikkonen 16. aki alig verte egyébként Latifit Raikkonen. Úgyhogy nagyon lassúak voltak, ugye Russell, Williams 15. egyszerűen önmagukhoz képest is szerintem nagyon lassúak voltak. Ez látható abból is, hogy Schumacher ennyire közel volt hozzájuk. Egyébként most azért beszélek egyedül, mert végül nem tudott ráérni Peti, majd holnap a versenyre fog úgy néz ki jönni. Úgyhogy ma be kell érnetek velem. Daniel Ricciardo 14. lett. Nagyon rossz idővel, tehát összvisz, két tizeddel verte Russell idejét. Nagyon gyenge volt, tehát szerintem a nap negatív egyik csalódása az mindenképp Ricciardo teljesítménye. Maga a McLaren sem a legeslegjobb McLaren volt, de hát ha összehasonlítjuk Norrisszal megint, azért itt inkább a versenyző lehetett a nagy negatív falat. Ricciardo gyengén ment, ha csak nem volt valami olyan technikai probléma, amiről még esetleg nem tudunk. Leclerc volt a másik nagy negatív meglepetés, 13. lett, mindjárt közvetlenül Ricciardo előtt, egy tizeddel, másfélrel. Ő maga se tudta, ezt többször is lehetett hallani, rádióban is, utólag is, hogy mitől ilyen gyenge. Hát azért ez nem egy jó hír. És hát ott is azért egy elég nagy diff volt a csapattárs és ő közte, úgyhogy valami nála lehetett akkor ezen a pályán nem bejövős. Hát ugye ugyan szokti kell, ez egy új pálya, tehát lehet, hogy ez is ott van mögötte, nem tudom, de hát versenyen lesz dolguk mind a kettőjüknek. És pont ők harcolnak ugye a Ferrari McLaren ugye egy fontos pozícióért a konstruktőriben, szóval ez igazán érdekes lesz ez miatt, hogy a másik két pilóta az mit tud majd ott elől majd mutatni, akik szintén egymás mellett lesznek. Lance Stroll 12. lett. Szerintem magához képest az Aston Martin egész jól ment, de hozzá kell tenni ezzel a pálya, hogy a Merci motorjukkal azt látva, hogy a Merci lesz a gyári csapat űr rakéta volt. Lehet, hogy nekik is valószínűleg a Merci motor miatt, vagy nem tudom miatt, de jobb időmérő teljesítettek. Sergio Perez viszont a harmadik nagy negatív meglepetés, és ő se tudta igazán, legalábbis ameddig én utána néztem az információknak, hogy mi a baj a kocsival, egyszerűen tudta megszokni erre a pára való beállításokat, vagy a kocsi nem nagyon állt jól össze neki, én nem tudom, de még lágyon. Lágy gumikon se tudott bejutni a 10 közé, még próbálkozott azzal is. Ez számomra egy nagy meglepetés, ha ezt fogja tartani a következő két futamon is, akkor a konstruktőrit egyértelműen elveszik, és esélyes, hogy akár a Verstappen is elveszíteti a győzelmet. Még hozzá kell tenni, hogy Verstappen igazából, ha elveszti a győzelmet, nem emiatt veszti el, hanem azért, mert egyszer a Bottas, egyszer a Hamilton lökte ki a versenyből, nulla ponttal, úgyhogy ha veszít, akkor igazából emiatt fog. Ja, Vettel lett tizedik, és ez mutatja azt, hogy ez a pályán egész jók, mert időben nem szoktak ilyen jól elő lenni, általában a versenyen szoktak néha meglepetést okozni egy jó gumi használattal, vagy egy kiállása stratégiával, és akkor ott vannak valahol a 8. helyen, de hogy mindjárt az időmérő, nem a rajta jönnek, az mostanában nem volt mindig jellemző. Úgyhogy mind Vettelnek, mind a Mercedes motoros Martinnak azért gratuláció járhat. Úgyhogy ők igazából egy kisebb pozitívan meglepetés, nem is olyan nagy, de kicsi erre a pályára. Okon,
mutatja azt a nagy pozitív meglepetést, hogy az Alpine nagyon jó erre a pályára. Akkor valószínűleg ennél is lett volna jobb helyen, hogyha nem hibázik egy picit. Így is 9. lett, úgyhogy ez is egy egész jó hely neki. Az autónak mondok itt inkább gratulációt, nem annyira az okonnak, de akkor is azért egész jól ment. Viszont akit meg kell dicsérni, ez Tsunoda, 8. rajthely. Hozzá kell tenni ezt a pályán. Nagyon jó volt az Alcantara, de úgy nagyon jó, hogy a Red Bull nem volt annyira jó. Sőt, hát agyonverték ugye Perezt. És annyira-annyira messze egyáltalán nem voltak egyébként a Verstappeniktől sem. Úgyhogy, főleg így a 8. Tsunoda, az a Tsunoda, aki idén csak botlik, és neki megy mindenek, és még sokszor lassú is. Egész jó teljesítmény, mind őt, mind a csapatot meg kell nagyon dicsérnem. A nap egyik mindenképp nagy pozitív meglepetése az ő és a csapat. Sainz a másik nagy meglepetés olyan szempontból, hogy valójában a pályán nem volt olyan jó Ferrari, és ez abból is látszik, hogy látjátok milyen gyenge volt az Alfa Romeo Ferrari. Itt ők sem voltak olyan jók, az általában így szokott lenni, kéz a kézen megy a dolog, ha ők jók, jók a Alfa Romeo-sok is, hanem nem. És Sainz mutatta meg azt, hogy még így is tud egy 7. helyet, és mostanában az előző egy-két futamon is ő volt a jobb, mint Leclerc. Valamit most nagyon betalált, és ő meg tudja azt hozni még a gyengébb Ferrari-val is éppen, amit Ricardo még a jobb McLaren-nel sem mindig. Úgyhogy ennek is tudok gratulálni. A Lando Norrisnak is a 6. helyért, mert ezen a pályán annyira nem volt jó McLaren. Úgyhogy az a 6. hely szerintem számára egy nagyon jó hely, főleg így, hogy Sainz előtt van, és ugye a másik Ferrari meg a másik csapattárs előtt van, tehát még pontszerző kívüli helyen. Úgyhogy akár még így is tud hozni a nagyon szoros konstruktúri bajnokságon a Ferrari. Ez neki nagyon fontos, és ha ezzel élni tud, akkor újabb. Plusz, plusz, plusz másokadik pont Norris jó teljesítményének. És még nagyon fiatal, úgyhogy a jövő az bőven világbajnoki esélyeket is hozhat számára. A nap másik legnagyobb pozitív meglepetése szerintem Alonso 5. helye. Végig nagyon gyors volt, valamit nagyon tudott az Alpine, de ami igazán kellett, szerintem az Alonso rakta hozzá, ez látszik az okonveli különbség alapján is. Tehát gyakorlatilag 4-10 különbség, 4-10 különbség van kettő között, ami nem kevés azonos csapatban, és hát Alonso végig konstruktan hozta ezt a körüli teljesítményt. Tehát az időmérőn látható volt, hogy valamit nagyon betalált. És az is látszik, hogy az új pályák valószínűleg azért az öregeknek vette Alonso-nak, ha a kocsi is egész jó, nagyon jól mehet. Itt sokat számít szerintem egy első alkalommal a versenyző tapasztalata és teljesítménye és tudása és tehetsége, és az látszik Alonso-nál is Vettelnél rá kell, mert azért nem annyira látszik, bár így is, hogy nagyon gyengék voltak 16. lett, mert annyira szar volt a kocsi, de ennek erre végül is, ha így nézzük, akkor nem is rossz a 16. hely. Tehát itt látszik, hogy a nagy öregeknek valami volt. Ott volt az a plusz, ami eddig is bennük volt, meg a tehetség és a tapasztalat, hogy egy új pályát viszonylag gyorsan meg tudjanak szokni. Az újoncoknál még talán nincs ott ez a bizonyos tapasztalat, míg a tehetség ott is van, nincs meg az a tipikus rókaság. Pierre Gasly lett a 4., és egyébként épp hogy csak ment jobbat, mint a Alonso valami 300-addal. Úgyhogy ez is mutatja Alonso mennyire jó volt, és azt is, hogy Gasly egyébként végig a 4.-5. helyek körül volt, sőt néha elővillant egy 2.-3. helyen, bár eltérő gumi stratégiákkal. Úgyhogy egész hétvégén nagyon jó volt, ezért rossz volt látni azt, hogy Gasly kapott egy defektet. Valószínűleg úgy sem ment volna már előrében 1. helyről, de bőven tudott volna javítani, tehát ilyen szempontból valószínűleg Alonso igazából valójában nem tudta volna jobban megközelíteni, sőt, de maradt a 4. helyen, mivel semmi nem sérült elvileg. Ezért így is, úgy is holnap jó rajtja lesz. És ha jó rajtól, mint szerintem Bottas föltarthatja, és így a Verstappentől egy veszélyforrást vehet el. Ő lesz a Perez helyettesítője láthatóan a futamon. Tehát ez volt talán egy érdekesség ezen a időmérőn, hogy Perez helyett Gasly lehet a védő. Ami azért eléggé érdekes dolog. Nem ezt vártuk volna, de mondjuk Gasly mindig jól megy. És ilyen szempontból nem egy nagy meglepetés, de hogy ő legyen a Verstappen védője a kis Red Bull csapatával, az talán meglepő fordulat lehet. És Bottas pedig csak 0,2-re volt, még annyi sem, 1,5-tized, 0,2-re Gasly-tól, tehát akár még föl is tudja tartani egy jó ideig Bottast. Én akár ezt is meg tudom látni. Általában jól használja Gasly a gubikat, és a csapat is, úgyhogy még akár is lehet leelőzni rajtnál Bottast, és védi Verstappen hátulját. Bottas egyébként eléggé
csalódott volt, mert egy egész hétvégén szinte első helyeket hozott a szabadedzéseken, aztán valahogy mindig itt a harmadik hely környékén trónolhatott csak az időmérőn. Nem is értette utólag a nyilatkozatával, hogy mi történt a kocsival. Verstappen ugye a második lett, és nem értettem, amikor azt mondták a kommentátorok, hogy az optimális eset a Verstappennek, hogy harmadik, és akkor ennyi és ennyi pontot veszít, 9-et. Szerintem az optimális az pont a második, a harmadik az a minimum, tehát amit ő esetében el kell érnie szerintem, és el is tud simán érni. A második az optimális, tehát az elsőt én hát nem annyira érzem a hétvégi teljesítménye alapján, ha csak nem lesz valami nagyon jó gumitaktikája, gumi használat, egyre kevesebb kiállás a Mercedes képest, vagy egy nem tudom, baleset, vagy safety car, és úgy jön ki, hogy neki hoz nyereséget. Ezt nem látom azt, hogy lenne első. Az optimális neki a második, amikor veszítene 7 vagy 8 pontot, hogy hogyan. Ha jól értem, igen, vagy 6-ot, hogyha megszerzi ő a leggyorsabb kört. Tehát neki ez lenne az optimális, veszteségügyileg. Ha persze első lenne, az pedig egy dupla győzelemmel érne föl szerintem, azon a pályán, ahol Hamilton egy űridővel nyert a végén. Érdekesen eddig ilyen jól nem ment egész hétvégén, azt a végén, az utolsó percekben összeadott egy majdnem 5 tizeddel jobb időt mindenkinél, Verstappennél is. Mondjuk gyors kanyarok vannak, mert van egy hosszú egyenes a pályán, de nem gondoltam volna, hogy ez a pályán olyan mercis lesz, de az lett. És abból is látszik, hogy Bottas is igazából az utolsó pillanatig gyors volt szinte. Ott vagy hibázott, vagy én nem tudom, mert addig végig gyors volt az egész hétvégén. Látszik, hogy a Merci jó. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Verstappen holnap, hát ha szerencsés, az persze nyerhet, de az optimális a második hely. És utána már csak az a kérdés, hogy a következő új pálya, illetve a félig meddig új Abu Dhabi pálya, az nekik kedvezett. Tavaly nekik kedvezett. Ha nem, akkor sajnos már talán a következő futamon nyertest is lehet félig meddig ünnepelni. És ha ez így is lesz, akkor is egyértelműen továbbra is mondom azt, hogy egyértelmű ez a 2-0-6-os futam, ugye Verstappen Bottas béli kiütése és Lewis Hamilton-os kiütése miatt ott vesztette el a VB-t, ez elég egyértelműen látszik majd. De most is még megnyerhetné, csak ahhoz kéne tartani ezt a szintet, amit párfutamja láthattunk tőlük, mert így nem biztos, hogy meg lesz, majd kiderül. Tehát, mondjuk azt se értem, azt mondta a Red Bull, hogy ők már nem fejlesztenek, a következő évre tartalékolnak. Ugyanezt mondta a Merci, most vagy ne adja Isten, nem mondtak félig meddig igazat, vagy ilyen most csak annyit számít, hogy tényleg beraktak egy új motort Hamiltonnak, és ezt a tövig a lelkéig nyomja ki. Az előző futamon biztos így volt, és egyelőre úgy néz ki, hogy ezen a futamon is ezt teszi. Kérdés, hogy ezt a lelkik tövig nyomást, ezt ki fogja bírni vajon az utolsó futamig? Tehát Hamiltonnál még ez lehet a kérdés, mert egyetlen nem spóró láthatóan eddig. Én szerintem a Coxon tolja most is, meg Mutkör is. Kérdés, hogy 4 koxos futamot kibír a motor, mert Verstappennél mindig sokszor azt éreztem, hogy ő spórol, amikor már lehet, akár a második helyen is. Nem éreztem azt, hogy mindig tövig nyomná. Meg ugye neki még tényleg lehet, hogy kéne cserélni egyszer akár. Viszont akkor az már biztos kibírja a végéig ezt az egy vagy két futamot. Hamiltonnak ugye az előzőn cserélt, úgyhogy végigment kétszer majdnem a mezőnyön, úgyhogy hát igen, meglátjuk. Tehát itt igazából még ez lehet a kérdője, hogy vajon Hamiltonnak kibírja-e a tövi nyomást 4 versenyig, akár csak egy új motor is. És hogy Verstappennek kell-e cserélni, és melyik verseny lesz az, amikor cserél. Mert akkor viszont tövi nyomhatja ő aztán már tényleg. Tehát ő egy ilyen eltolt motorcserélési taktikát alkalmaz. Nem egy eltolt kerékcserélési, hanem egy motorcserélési taktikán. Ez akár jól is kisülhet, de rosszul is. Hát ez már a szerencse kérdése, ami mondjuk eléggé rossz látni egy ilyen izgalmas, hosszú VB csata után, hogy a szerencse döntsön, de lehet, hogy ez lesz a helyzet. Én ettől tartok, s ettől félek. Meglátjuk. Egyik pilóta esetében sem lenne igazán jó, majd kiderül. Holnapi versenyen remélem azért az időmérő izgalmasabb lesz, mert olyan izgalmakat tehát ez az időmérő nem tartalmazott. A pálya láthatóan sajnos kicsit inkább Monaco-ra hasonlít, de azért annál persze jobb. De az főegyenesen kívül, tehát célegyenesen kívül egy-két hosszabb kanyarnál, ami általában gyors kanyarokról van szó, nem nagyon van előzési lehetőség.
Úgyhogy én ezért tartok a holnapi futamtól, hogy lehet, egy kicsit szintén unalmas lesz, de hát majd kiderül. Viszont azt elmondta Hamilton, elmondta sok mindenki, gumigyilkos a pálya. Tehát ha ez nem, még egy akár háromszoros gumicserélés, az még izgalmakat hozhat, mind a box taktikai, mind esetleg versenyzői hibák esetén. Szóval meglátjuk, hogy ez hogy lesz. De itt lehetnek meglepetések, egy vadi új pálya, így azért a Pirelli nem biztos, hogy annyira fel tudott készülni mindenből. Így is nagyon sokszor előfordult idén, tavaly is, hogy mondták, hogy két kiállás, és mindig egyel több lett, vagy egy kiállás és két kiállás lett az eddig is ismert pályákon. Most egy ismeretlen pályán akár teljesen lehet, hogy azt mondják, hogy egybe két, azt lehet, hogy három-négy kiállás lesz, mert állítólag, ami leszik a gumikat, melegebb is van, poros, homokos körülmények, szóval meglátjuk. Addig is búcsúzom tőletek, sziasztok!